Animációk, kísérleti filmek és képzőművészeti alkotókról szóló portrék sokaságával találkozhattunk Szolnokon a Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztiválon. Az idei fesztivál újdonsága, hogy a filmkészítéssel foglalkozó tanszékek hallgatói is lehetőséget kaptak, hogy a Tiszapart mozi közönségének bizonyíthassák tehetségüket. Van, bemutatkoznak az egyetemek című program, ahol a Szegedi Egyetem, a Kaposvári Egyetem és a Budapesti Kommunikációs Főiskola, valamint a Budapest Filmakadémia mutatkoznak be. A fesztivál második napján tanáraink rövid bemutatkozó előadása után levetítettük többek között az Alulírott Felülír című filmet, melynek rendezője és vágója stábunk oszlopos tagja Fehér Dániel volt. A két dolog miatt örülök nagyon, hogy ide került a filmem, illetve a filmjeink. Az egyik, és szerintem a legfontosabb, amiért megcsináltam ezt a filmet, az, hogy minél több emberhez eljutatni ennek a filmnek az üzenetét. Tehát ez szerintem egy nagyon jó fórum ehhez. A másik pedig, aminek szintén örülök, hogy ez egy nagy megtiszteltetés is azért, hogy a mi filmjeink képviselhetik a médiatudományi tanszéket. A fesztivál alatt végzős hallgatóink amellett, hogy rengeteget tanultak az itt levetített alkotásokból, kipróbálhatták, hogy milyen érzés egy nemzetközi filmfesztiválon zsűritagnak lenni. Én úgy gondolom, hogy ez a fesztivál ez mindenképp arra jó, hogy olyasmibe tekintsünk bele, amiben lehet, hogy normál körülmények között nem lenne lehetőség. Én azért örülök annak, hogy ide el tudtam jönni, mert olyan filmeket is láthatok, ami lehet, hogy normál esetben nem jutna el hozzám, és engem ezek a filmek amúgy is érdekelnek. A Diák zsűrinek pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy tanulnom kell még filmes szempontból egy-két dolgot, és úgy gondolom, hogy akik itt vannak, azok csak jót és valami okosat tudnak hozzátenni az én tudásomhoz. A filmfesztiválra 43 országból 263 filmet neveztek, a válogatás után ebből 65 került a versenyprogramba. A versenyfilmek közé a háromtagú szakmai zsűri beválogatta Bogdán Pál az Öreg című filmjét, amelyet az alkotó szakdolgozati filmként készített el tanszékünkön. Az alkotás hiteles képet ad Hollósi Simon festőművészről, a 20. századi magyar naturalizmus egyik legnagyobb képviselőjéről. Vannak szerencsére fiatal alkotók jó néhányan, és ez azzal biztatja műfaj szerelmeseit, hogy ez a műfaj tovább fog élni, és nem tűnik el.